Sziasztok, megint én vagyok. Ismét főzőcskézünk egyet. Mai ételünkhez nem is kell sok, csak egy kis bacon, darált hús, barbecue szósz és grill fűszer, meg néhány egyéb fűszer esetleg, amit nagyon szeretünk, mondjuk bors, vagy kis chili paprika, fokhagyma esetleg. Ízlés szerint majd hozzáadjuk. Először is helyezzük el a szalonnát. Körülbelül egy 5x5-ös hálóba. Nem hihetőleg sikerülni fog. Még nem csináltam ilyet, úgyhogy tartsatok ki. Van egy gyönyörű szép hálónk, csak nem látni az egészet. Na. Ekkor fogom a grill fűszerkeveréket. Finoman rászórom. Annyira nem is finoma, nem baj, ha megy rá. Ezek után még személy szerint egy kevés fekete bors. Így né. És azért, hogy legyen egy kis ereje is. Itt van. Egy kis chili paprikát még bele. Ebből tényleg csak egy keveset. Így ne. Ezután jöhet a darált hús. Valahogy próbáljuk meg egyenletesen szétosztani a szalonnán. Mert sajnos ez szétesik. Körülbelül el is helyeztük nagyjából, és mivel maradt még egy kevés szalonnánk, ezt tepsiben gyorsan megpirítjuk és rá fogjuk szórni, hogy egy újabb finom réteget képezzen. És miután sikerült jól alapirítani a szalonnánkat, szépen földarapoltuk apró darabkákra, és szintén egyenletesen elrendezzük a eddig összekészített cuccon. Valami szakik. Ezek után kap tőlünk egy finom réteg barbecue szószt. Jó vastagon. 6 pirulja. És mivel még az én ízlésem ilyen, egy nagyon pici fekete borsot, és egy nagyon pici
fokhagymát. Tényleg. Éppen csak a színe miatt. Érezné is a finom fokhagyma illatot. Na, ezek után következik a próbatétel, mi szerint próbáljuk meg felgöngyölíteni az egészet, illetve egyelőre csak az egészet. Nem. Aha, ez nem fog összejönni. Ez sajnos nem fog összejönni. Túlságosan szétesik a hús. Az, hogy sikerült. És akkor jó, nem sikerült, tudom én, hogy nem sikerült. Ezt az egészet meg kéne még fogni valahogy. És egy kicsit arrébb helyezni. Miután sikerült arrébb helyezni a húst, próbáljuk meg az egészet felgöngyölíteni. Ügyesen, óvatosan. Oda néz, oda néz. Így ne. Miután sikerült az egészet felgöngyölíteni, már nincs sok hátra. Na, az egészet felhelyezve a kis grilles tepsibe. Az egészet berakjuk egy kellemesen előmelegített sütőbe. És egy darabig így hagyjuk. Pá-pá. Úgy gondolom elég időt töltött ide, nem? Ohó, de szépen. Hát innen semmit nem látni. Na hát ez gyönyörű lett. Most hagyjuk egy kicsit hűlni, és utána rögtön hozzá is látunk. Igen, és amikor kivettem a sütőből, kivettem egy fontos lépést. Az egészet bekenni barbecue szosszal még forró, hogy ráolvadjon. De remélem még időbe pótoltam. Majd rögtön kiderül, hogy milyen lesz az egész. Nos, itt van szépen megsülve, kicsit hűlt is. Gyorsan szeleteljük föl, nézzük, hogy milyen is a dolog. Nos, hát végül ez lett belőle. Kis krumplibőrével, zöldborsóval tálaltam. Lássuk, milyen az íze. Na, lássuk. Hát igen. Igen, határozom, állítom, ez nagyon finom lett. Próbáljátok ki nyugodtan. Jó étvágyat kívánok hozzá. Mm.